Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó estét kívánok a Csili Művöldési Központ nevében. Külön köszöntöm a megjelent képviselőtestületi tagokat és Fekete Katalin bizottsági elnökasszonyt. A koncert egy hagyományos rendezvény az Erzsébet napok programjai között. Több koncert zajlott már hasonló keretek között itt a templomban, általában advent előtti utolsó napokban. Más-más komoly zenei mű csendült fel itt a templom falai között. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy ez egy igazán különleges program az Erzsébet napok keretén belül, és ki kell, hogy emeljem egy személy nevét, méghozzá Újhelyi Andrea személyét, hiszen ő az, aki évek óta ennek mozgatója és motorja ennek a koncertnek. Ő az, aki ötletekkel mindig megkeres bennünket, illetve az önkormányzatot, hogy az adott évben milyen mű hangozzék itt el, és ő az, aki összeszervezi a közreműködőket, illetve a szólistákat és a karnagyot. Természetesen köszönet illeti a templom plébánosát, Szab Zsoltot is, aki évek óta helyet ad ennek a koncertnek, és biztosítja a környezetet. Nem utolsó sorban nagyon sok önkéntes, akinek a munkáját szintén köszönet illeti, hiszen nélkülük egyetlen koncert sem jöhetne létre. Felkérem Fekete Katalint, köszöntse vendégeinket, a Kulturális Bizottság elnökét. Szép estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Pesterzsébet szívében. Lassan hagyománnyá válik, hogy komoly zenei koncert csendül fel az év végéhez közeledve itt az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A koncertek megálmodója Újhelyi Andrea és énekes zenés társai idén Beethoven C-dur miséjét adják elő. A zeneszerző ezt a misét Eszterházy II. Miklós herceg kérésére komponálta felesége névnapjára. Korábban Joseph Haydn írta meg Mária hercegné hagyományos névnapi miséit, de ekkor Haydn idős korára tekintettel már nem vállalta a mise megírását. Úgy gondolom, mindenki nevében köszönöm meg Andreának nem csak azt, hogy megálmodta, de meg is valósította azt, hogy minden évben meghallgathassuk egy komoly zenei koncertet. Köszönet a Csili Művelődési Központnak, Polyák Edit igazgatónak és a kollégáknak azért, hogy segítik Andreát ebben. Külön köszönöm Szab Zsolt atyának, hogy itt a plébánia templomban ilyen csodálatos helyszínen tudunk az év legmeghittebb időszakának kezdete előtt feltöltődni a zene által. Egy csodálatos élmény elé néznek itt a tisztelt publikumnak a tagjai. Hogy került éppen ez a mű a mai este középpontjába? Igen, hát reméljük, hogy csodálatos este lesz. Én nagyon bízom benne. Beethoven C-dur miséje fog felcsendülni. Tavaly tavasszal énekeltem ezt a művet. A Weiner Leó Zeneművészeti Középiskola meghívására, illetve a budapesti vonósok kísérték ezt a művet, és nekem nagyon-nagyon megtetszett, beleszerettem. És most már negyedik éve, hogy itt Pesterzsébeten szervezem ezt a téli advent előtti koncertet, és arra gondoltam, hogy akkor jó lenne, ha itt is elhangozhatna, és az itteni közönség is megismerkedhetne vele. Mi kell ahhoz, hogy beleszeressem valaki, egy művész, egy ilyen műbe? Milyen érzéseket generált akkor, amikor ez a kapcsolat kialakult? Hát én, amiben beleszerettem, az a hangzásvilág, hogy csodálatos dallamok vannak benne. A kórus, a zenekar és a szólisták közös játéka. Én azt gondolom, hogy ez magával ragadja az embert. Amikor egy ilyen beleszeretés megtörténik, és kiderül, hogy be is lehet mutatni ezt a művet, akkor a szimpla hétköznapi praktikumok hogy néznek ki, hogy szerveződik egy ilyen koncert? Az idei egy picit nehézkes volt, nehezen sikerült összehozni, mert nem sikerült azokkal az emberekkel dolgozni idén, akikkel az elmúlt években csináltuk ezeket a koncerteket, mert valamiért idén annyira sok dolga van mindenkinek, hogy se az egyik kórus, se a zenekar nem tudta elvállalni az idei koncertet. Úgyhogy nagyon-nagyon sok telefonálgatás, nagyon sok
tanácsot, ismerettséget kellett bevetni, hogy kiket válasszunk, és hogy jöhet létre idén ez a koncert. Végül is akkor összeállt a csapat. Mennyit kell próbálni profiknak egy ilyen előadás előtt? Hát ez úgy szokott lenni, hogy a kórus is próbál egy külön helyszínen, együtt, a zenekar is próbál, és akkor utána 2-3 próbával rakjuk össze. Először a kórus a zenekarral, és utána beállnak a szólisták is, és akkor abból egy 2 próba körülbelül, 2-3, ami szükséges. A hang ilyenkor, amikor hirtelen hideg lesz, hogy reagál, hogy kell vigyázni rá? Hát nehezebb ilyenkor énekelni. Érzi az ember, hogy kicsit megfagy a torka, de hát próbálunk alkalmazkodni ezekhez a viszonyokhoz. Ez a mostani koncert, ez az advent kezdetén hangzik majd el, és az a kérdés, hogy van-e valami különleges töltete, érzelmi töltete ilyenkor egy előadásnak? Ez érdekes kérdés. Bevallom őszintén, hogy nem az adventhez kötöttük ezt a koncertet, hanem a Csili Művelődési Központnak az Erzsébet napok keretein belül hangzik el, és Csendül fel, tehát inkább ahhoz volt köze. De hát szerintem a dallam világában én úgy gondolom, hogy akár abban is találhatunk ilyen érzelmesebb, karácsonyra készülődő részleteket. Úgyhogy szerintem igen.